Megkezdte a felkészülést az április végi budapesti divízió 1/A világbajnokságra a magyar jégkorong válogatott. A Tüskecsarnokban tartott edzőtáborban még nincsenek ott az Erste Liga két döntőse, a MAC Budapest és a DVTK Jeges Medvék kerettagjai, valamint a klubukkal még versenyben lévő légiósok, viszont együtt készül a nemzeti csapattal két ferencvárosi játékos, Sevela Péter és Németh Attila. Mindkettőjüknek van már válogatott rutinja. Kapusunk tartalékként ott volt a 2014-es dél-koreai VB-n, felkészülési meccsen pedig háromszor védett, míg támadunk 8 meccsen lépett jégre címeres mezben. Örülök, hogy újra itt lehetek. Persze a válogatottról van szó, így a munka még annál is keményebb, mint amit a klubszezon alatt végeztünk, de úgy érzem, belerázódtam. Jelenleg 4-en vagyunk kapusok a keretben, de nem foglalkozom ezzel. Teljes erőbedobással teszem a dolgom, a többit pedig meglátjuk. Sokat segít, hogy Ati is itt van, nagyon jó srác, rengeteget beszélgetünk. Játékosaink meghívója azért is fontos, mert legutóbb 2016-ban volt ferencvárosi tagja a bő VB keretnek, fradistaként pedig eddig utoljára Jánosi Csaba lépett jégre világeseményen, még a 2009-es svájci alcsoportos világbajnokságon. Hát őszintén megmondom, hogy nem számítottam arra, hogy be fog hívni a szövetségi kapitány, úgyhogy meglepetésként ért. Ugye sajnos nem tudtunk egy olyan szezon csinálni, amit elterveztünk a szezon elején, hát ennek ellenére nagyon büszke vagyok rá, hogy itt lehetek. Hát szerintem, hogy két-három embert leszámítva már mindenki volt korábban csapattársam, úgyhogy ismerek jóformán mindenkit. A hangulat az mindig nagyon jó itt, úgyhogy biztos, hogy ez a továbbiakban is így lesz. De előző alkalom akkor mindig jó volt a hangulat. A VB-ig komoly keretszűkítés lesz még, de természetesen játékosaink célja nem lehet más, mint ott lenni a Papp László sportarénában. Keményen dolgozunk. Reggel kondival kezdünk, de délután is dolgozunk a jeges edzés mellett az edzőteremben is. Alapos munkát végzünk. Kapus poszton óriási a verseny. Nem hiszem, hogy én vagyok az esélyes, de amint mondta, meglátjuk. Ugye még nem dolgoztam együtt a szövetség kapitányúrral. Nem tudom, hogy mit kér, milyen játékosokat keres, de mindent meg fogok tenni. Jól fogom magamat érezni, és tényleg, hogyha mindent megteszik, akkor csalódottan nem fogok távozni, hogyha távozni kell, de természetesen szeretnék itt maradni minél tovább, ameddig csak lehet, és beverekedni magam a végső keretbe. Ha erkölcsre szeretnéd nevelni őket, ha erőt akarsz adni nekik az élethez, ha az egyetértés az, amiben hiszel, akkor támogasd adód 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% 1 cél 1000 tehetség.